ne az a ronda közei legyen, tudod, hogy eltorzul az arcom, és ilyen jó tág. Nem tud eltorzulni az arcom. Jó, így jó lesz, jó? Fönn van az interneten is. Olyan, mintha ilyen föl lenne kötve a... Na, de jókat mondok viszont. A Bajor Gizi Múzeum, ami Bajor Gizi háza volt, és abból az alkalomból jöttem ide, bár szeretek itt lenni máskor is, hogy a tanárom, főiskolai tanárom Marton Endrőről van egy ilyen szimpózium, megemlékezés, halálának a 100. évfordulóján, és a tanítványai meg a munkatársai összegyűltek. Mivel én az utolsó rendező osztályában végeztem, rengeteg az emlékem róla, amit a Vihar Kapuja című könyvemben meg is írtam, az osztálytársaimmal közösen emlékezünk róla, egy nagyon furcsa, ambivalens figura volt Marton, egy óriási tudású polgár, ugyanakkor abban az időben találkoztunk vele, majd itt is elmondok, amikor már bizony nem nagyon tudott odafigyelni a tanításra, mert lekötötték a nemzeti színházbeli iszonyatos ügyek, amikről épp most beszélnek. Marton Endrét a nemzeti színház üdülőjében nyaraltunk, és nagyon sokszor láttam, nagyon elegánsan mindenki fürdőruhába, gatyába, a nők néha melltartók nélkül, és egy elegáns úr ment néha végig ott a parton. Ő ott nem vetkőzött le, ő ott is megmaradt úriembernek, polgárnak. Rengeteg olyan darabot is láttam, ami ma már senki nem emlékszik, de nekem meghatált. Például Magadra kiállt Salamon Pál, címtérő rendezett, és nagyszerű volt. Vagy még korábban, ő azokat a színésznőket is elővette, akik akkor nem voltak sikeresek. A Váradi Hédit az utolsó időszakban szinte csak ő vette, és talált neki szerepet. Például ebben a Magadra kiállt, vagy Mészáros Ágit, akit ugye 5 után tulajdonképpen talomba raktak, és idegenlő a szigeten, meg ilyeneket elővett neki főszerepeket, csak az Áginak, hogy legyen legyen is játsza. Dolgozol nagyon sok fiatal színésszel, színésznővel. Szerinted nekik mit mondhat ez a név? Hát sajnos semmit, de nem csak ő, hát Marutka Ivo sem mond semmit, meg Básti Lajos, hát ez egy szégyen. Ezeket a nagy elődöket állandóan mindig kérek hardon fölmutatni, mint rituális szertartást, hogy belőlük táplálkozunk, mert amelyik szakmának vagy amelyik országnak nincs hagyománya, az elpusztul. Thank you.